Csak. Jó, sziasztok! Köszöntök mindenkit a 6. Open Source Budapest műtapon. Hát a közönség zömét ágosta az eső, nagyon sajnálom, de ma is 3 előadást fogunk hallani. És átosadom akkor a szót Póca Krisztiánnak, aki egy saját fejlesztésű IoT platformot szeretne ismertetni. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit, hogy említettek, Gábor, Póca Krisztiánnak hívnak. Hát én főállásban dolgok fejlesztőként dolgozok, de ezáltal feltették a kérdést, hogy mit keresek itt. Hát nem erről szeretnék mesélni, amit főállásban végzek, hanem egy open source IoT platformról. Próbálok egy rövid előadást tartani nektek. Először is, jó helyen állok különben? Oké? Okay? Jó. A számhoz? Oké, okay, és akkor minden hallatszik, tök jó. Jó, oké, okay, tehát először is értelmezzük ezt a címet, hogy mi az, hogy Trite. Ugye szokás az IoT platformok nevébe azt, hogy IoT valamilyen módon elrejteni. Azt, hogy mi az IoT, azt majd elmondom később, hogyha valaki nem tudná. Ez egy ilyen szó összetétel, mégpedig ugye az IoT az dolgokról szól, tehát thingekről, things, illetve Riot az egy olyan angol szó, amiben benne van az, hogy IoT, azt jelenti, hogy lázadás. Hogyha ezt lefordítom ezt a random mondatot, akkor a Riot az egy open source IoT platform, ahol a dolgok azért lázadoznak, hogy kapcsolódjanak, vajon hova? Trialhoz. Oké? Okay? Tehát így jön össze ennek az egész történetnek az eleje. Na, ezt az előadást én egy IoT-specifikus meetupommal elmondtam, kicsit hosszabban, mint itt fogom, itt van egy 10 perces korlátra, amely garantáltan nem fog beleférni. Előre is elnézést kérek. Tehát mi is az IoT? Gondolom, nagyon sokan ismeritek, már hallottatok róla, csapból is ez folyik. Valamennyire ebből kifolyólag buzzwordgyalos is a dolog, de röviden gyakorlatilag arról szól, hogy apertak vannak dolgaik, eszközeik. Általában alacsony fogyasztású, kicsi memória, CPU, tárolókapacitású eszközeink, amikkel valamiféle vagy mérési feladatot szeretnénk elvégezni, tehát lokáció, tehát elszólt lokációba, különböző, mit tudom én, akár hőmérsékletet, páratartalmat, szeizmikus mozgásokat, bármit szeretnénk mérni, vagy pedig ezek az eszközök valamiféle vezérlési feladatokat látnak el, mit tudom én, gyárban vannak rá lehetőségek. Na most erre a dologra számos use case létezik már, illetve remélhetőleg egyre több use case fog megjelenni. Tehát gyakorlatilag a healthcare-ben, tehát egészségügyben, szállításban, vagy éppen gondoljunk a smart home-okra, a smart city-kre, gyárban nem mitettem, mert hogy tetszőleges olyan környezetben, ahol valamiféle olyan üzleti értéket akarunk generálni, amihez kicsi eszközöknek a bevezetése szükséges. Na most a dolog lényeg, hogy ezeket az eszközöket gyakorlatilag nem ész nélkül telepítjük, valamiféle kontroll kell hozzá, amivel ezek az eszközök gyakorlatilag úgymond értelmet tudnak nyerni, mert oké, most méregetek valamilyen adatokat, de akkor azokat az adatokat ugye fel kell juttatnom valahova, vagy a felhőbe, vagy egy lokális szerverre, bárhova el kell juttatnom, és ezeket az adatokat nekem fel kell dolgoznom. Ugye ebből csináltunk statisztikákat, analitikákat, következtetéseket, voltok le, mit tudom én, mondok egy példát, például én mondjuk italautomatákat üzemeltetek, és el akarom juttatni időközönként, hogy mennyi kóla van még benne, Sprite, meg stb. Lónyál van még ebben az italautomatában, és ez alapján mondjuk én optimizálni tudom az én üzletemet, hogy
mikor kell nekem, milyen módon kell nekem, ugye feltölten, után tölten ezt az automatát, és gyakorlatilag arról szól a történet, hogy egy úgynevezett platformra, ezeket IoT platformnak hívják, feljutassam az információt, ezeket gyakorlatilag ilyen távmérés, tehát telemetri adatoknak szokás mondani. Ugye ezeket az eszközöket menedzselni kell valamilyen módon. Az end-to-end az arra utal, hogy egyik eszköz a másik eszköznek valamiféle üzenetet küld, mit tudom én, lusta vagyok, akkor azt mondhatom, hogy csinálok egy smart home rendszert, ahol mondjuk a telefonomból tudok kapcsolgatni a lámpát. Igen, analitika, reporting, stb. Tartozik hozzá, tehát gyakorlatilag van egy platformon, és ehhez kapcsolódnak különböző device-ok, eszközök. Oké? Nyilvánvalóan a platformon is futni kell valami szoftvernek, illetve az eszközökön is valamiféle szoftvernek futni kell. Tehát itt az eszközök alatt értsünk egy Raspberry Pi, valahányas, egy Arduino-t, tetszőleges, vagy éppen van ez a divatos chip dolog, amit itt ugye angolul állnak ezen most éppen. Oké. Na, számos ilyen IoT platform létezik a világon. Általában ezek úgy gondolkoznak, hogy valami felhőszolgáltatást adjanak, tehát Amazonba, vagy Microsoft Azure-on, vagy Google felhőben, akárhol fussanak, és mint software as a service, vagy platform as a service, tehát szolgáltatásként adják el gyakorlatilag azt, hogy ők a IoT funkciókat tudják el a te üzletedben üzemeltetni. Én úgy gondoltam, hogy egy olyan valamit kéne létrehozni, ami kicsit eltér. Ugye csak az lehet, csak annak van értéke, lehet az piaci vagy eszmei, mindegy, ami kicsit különleges. Tehát különlegességet tud felmutatni a tömeghez képest. És az egyik nagyon fontos az, hogy ez a kis felhasználótól kezdve nagyobb környezetre képes lesz majd működni, hogyha el fog készülni ilyen szintre. Ez egy nagy lazán csatolt rendszer, tehát az, hogy én most hova teszem az adatokat, hogy én most MongoDB-be, MySQL-be, PostgreSQL-be vagy Cassandra-ba akarom pakolni az adatokat, annak igazából mindig meg kell venni, ez gyakorlatilag ez függhet attól, hogy az adott környezetben mi az, ami elérhető. Illetve, ami nagyon fontos, nyílt forráskódú megoldásról van szó. Feltetnék a kérdést, hogy miért választottam azt a megoldást, hogy nyílt forráskódú rendszert hozzak létre. Ugye ez mindenképpen több szabadságot ad, hát egyrészt nekem is, egyrészt akik esetleg csatlakoznak ez a projekthez, másrészt a felhasználóknak, tehát ők sokkal könnyebben tudják kasztomazálni a saját megoldásukat. Tehát ez gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ezáltal egy sokkal szélesebb körű felhasználói bázist tudok én kialakítani, illetve hát én azt tudom mondani, hogy egy open source rendszer, amit belelátok, stb. Sokkal jobban meg tudok bízni, mint hogyha én azt mondanám, hogy mint kis provider, odaadnék neked egy darab binárist, és akkor tessék, itt van, örülj neki, aki tudja, mi van benne. Illetve egy nagyon fontos trend, vagy nagyon fontos info, hogy ez egy trend gyakorlatilag, azt kell, hogy mondjam. Leginkább ugye Microsoft környezetben dolgozok, nagy vállalati rendszereket tervezek. Ott még kicsit kevésbé, de a Microsofton belül is már igazából egyre inkább előre tör az, hogy open source adjanak ki különböző library-kat, rendszereket, illetve open source irányba menjenek el, tehát open source eszközöket használjanak ők is fel, leginkább Big Data környezetre gondolok. És hát ugye az architektúra az úgy alakítottak, hogy ez így működjön. Na, alapvető tények ezzel a rendszerrel kapcsolatban, hogy épül fel, tehát gyakorlatilag az eszközöket nekem menedzselni kell. Menedzselni kell, valahogyan struktúrálni kell az eszközöket, karban kell tartani, vizualizálni kell őket, regisztrálni kell őket, stb.
Ez egy struktúrát lehet ebben a rendszerben létrehozni, mert cégeket tudok definiálni, ha tudok, vagy ha akarok, szolgáltatásokat, hálózatokat, device-okat. Legyünk egy példán, például azt mondom, hogy egy parkolóházat üzemeltető cég vagyok, mondjuk a szolgáltatásaim azok a parkolóházak, a networkök mondjuk a különböző szintek, és ott mondjuk valamiféle, mint a szabad hely mérő eszközöket hozok létre, ezek pedig ugye a szinteken belehelyezett eszközök. Jó, tehát gyakorlatilag ez az egész csak arról szól, hogy valamiféle logikai struktúrába, vagy elhelyezkedés, vagy funkció alapján be tudjam kategorizálni az eszközeimet. Mit tud még ez a rendszer? Ugye távmérési adatokat tud rögzíteni adat szinteken keresztül, azt jelenti, hogy például MS SQL-be, Azure-ba, PostgreSQL-be tud adatokat rögzíteni, tud kommunikálni, tehát egyik eszközt tud a másiknak üzenetet küldeni, amennyi mondjam, a networkben vannak, most ebben egy ilyen megkötés. Egy REST API-on, illetve WebSocket-en keresztül tudjuk kommunikálni. Ugye reporting rendszer van mögötte. Na most az egy botnetbe készült, a C-sávba készült rendszer, ami ugye Windows-on teljes mértékben fut, illetve Linux-on is fut már, egyre jobban. Ugye azt említettem, hogy adatokat ezekben a rendszerekben tudja tárolni, ami ugye plugin-ezhető, tehát tetszőleges más adattárba beteltek, van hozzá egy 500 unit, illetve integrációs teszt a device oldalon, tehát ahol gyakorlatilag maga a mérési vagy a vezénylési funkció effektíve fut, ott van egy .NET, meg pedig C++ kliens library található, tehát nem kell nekem ugye a REST API-t ugye mindig leprogramoznom, hanem gyakorlatilag .NET, illetve C++-ban van ehhez a dologhoz egy kliens library elkészítve, ami elvitt a protokollnak a finomságait. De ezt említettem, hogy ez tud működni úgy, hogy én szolgáltatást adok, tud működni úgy, hogy egy cégként üzemeltetem a rendszert, illetve tud úgy működni, hogy sokkal kisebb környezet, mondjuk egy smart home rendszert üzemeltetek. Ez alapján ugye különböző szinteken tudok én usereket, illetve cégeket definiálni, hogy nyilvánvalóan a smart home rendszerben ott nem definiálok céget, mert nem kell, ez egy konfigurációs beállítás, nem akarok ebbe belemenni, biztos nem értettétek meg ebből, hogy akit érdekel, akkor kell mondanom szívesen, 10 perc azért megpróbálok, hogyha dupla 10 percet számolok, hogy beleférjek. Oké, okay. Architektúrája a dolognak, ugye most IIS van írva, de ez nem feltétlenül IIS, tehát ez fut máshol is. Mikroszervisz architektúra, mikroszervisz jellegű architektúrában üzemel a dolog, nem tökéletesen mikroszervisz architektúra, mert az túlzásan nem, első lépésként, de ettől függetlenül jó szeparált szolgáltatások. Találtuk ebben a rendszerben, van egy management website, van egy olyan API felület, ahol gyakorlatilag tehát az eszközöknek a kezelését tudom elvégezni, van egy platform felület, ahol távmérési adatokat tudok egy REST felületen feljuttatni, illetve üzeneteket tudok eljuttatni egy másik device-nak, illetve hát pollozási módszerrel, mert ezt felületről van szó. Tudok információkat, vagy message-eket fogadni, illetve van egy reporting felület, ami JSON-be vagy CSV-be tudja a távmérés adatokat prezentálni. Jó, van egy folyamatosan fotóprocesz van a persistens WebSocket kapcsolathoz. Gyakorlatilag WebSocket kapcsolatot akkor érdemes használni, ha neked, hogy ott egy folyamatosan nyitott kapcsolattal rendelkezünk, HTTP vagy HTTPS-be burkolva, tehát akkor kell ez a dolog, hogyha kapásból reagálni akarsz egy neked küldött üzenetre. Oké, tehát ott nem pollozás, hanem push módszerrel lemegy gyakorlatilag az üzenet a device-nak.
Jó, illetve a háttérben fut egy messaging szolgáltatás, ami gyakorlatilag egyik eszközből a másik eszközig el tudja jutatni az adatokat. Adattár szempontjából ugye van egy ilyen adat, páris adat storage, ami az eszközöket tárolja valahova a tárban, és adatokat rögzítjük, illetve magukat az üzeneteket, hogy ugye nem QoS0-val fut, az üzenet küldés, hanem QoS1-jel is futhat, ami azt jelenti, hogy vagy at most egy üzenet, tehát vagy megkapok, vagy nem, vagy at least van üzenet, azt jelenti, hogy egyszer legalább megkaphatod. Ennek a biztosítása az meg azt kell, hogy ezeket az üzeneket felhasználjuk le adott bázisban. Jó. A távmérés adatok. Ez a webes felület. Itt van egy hálózatom. Ebben definiáltam kettő darab device-t. És itt van ez a kör parancs, amivel gyakorlatilag egy adott device eljuttat konkrétan hőmérséklet, illetve páratartalom adatokat. Az jelenleg biztos nem 54, ugye most mérnénk. Feljuttatja az adatokat, és gyakorlatilag ebből a website ilyen szép grafikonokat tud rajzolni. Tehát mondjuk ennek semmi értelme nincs, hogy a grafikon rajzolásnak, hogyha nagy mennyiség adatról beszélünk, tehát a reporting API-on keresztül ez ugyanúgy lekérdezhető. Itt definiáltók az adatcinkek, éppen most azóta a storage-ba mennek be az adatok, de ez mondjuk lehetne akár PostgreSQL is. Jó, tehát ez vonatkozik a tárgyalási adatokra. Most mi fut a device-on? Ugye a device-on vagy .net-es dolog, vagy pedig ugye itt látszik egy Linux-os, ez éppen egy Google Test-es integrációs teszt lefuttatás, ami gyakorlatilag egy platformhoz kapcsolt amin a 40x integrációs tesztet lefuttatta, és az látszik, hogy minden zöld, akkor tehát ez egy C++-ban készült dolog, ami háttérben a linkert, illetve a WebSocket kapcsolathoz a link WebSockets-et használja. Ezzel kell hozzá még egy JSON parser. Az egy Arduino JSON parser, tehát nagyon alacsony footprinttel képes elüzemelni. És hát az a helyzet, hogy úgy van elkészítve ez a C++-os library, hogy akár kicserélhetném sokkal alacsony footprintű kommunikációs platformokra, tehát nem kell nekem kört, meg libwebsockets-et használnom, lehetne sokkal kisebb kommunikációs library-t is használni, és akár egy alapdújongos talán elfutna, ezt még nem próbáltam ki. Na, kicsit meghajtottam a rendszer, ami azt jelenti, hogy szimuláltam 1000 device-t, 30, tehát egy processbe 30 device-t szimuláltam le, és gyakorlatilag a random távmérés adatokat két másodperc kijelzővel ez az 1000 device ugye elkezdett szépen beküldözgetni. Ez azt jelenti, hogy ez egy az a gép, amit teszteltem, az egy 1,7 GHz-es, egy magos, nem, bocsánat, 1,7 GB memória, és egy magos, az nem tudom pontosan mekkora, ez egy virtuális gép, ez egy azonban futó virtuális gép, és látszik, hogy ez a viszonylag kicsi masina, ez nagyjából ezt az 1000 darab kapcsolatot elviselte. Most valószínűleg, hogyha HTTPS fölött menne a történet, akkor ezt nem viselné el, a handshake és stb. Az azért cégőigényes, de ezt így elviselte, tehát erre azt mondom, hogy így jó. Ellenben ugye megemlíteném, hogy nem az a fő célja ennek az egész platformnak, hogy gigatermeléseket kiszolgáljon, hanem nem csak az a fő célja, hanem az is, hogy tényleg kis környezetben menjen, amihez ez nagyon sok, tehát ez nagyon sok. Ez 1000 device mondjuk egy smart home környezetben nem fogsz futtatni. Ugye 1000 eszközt egy házon belül nem fogsz létrehozni. Tehát ez igencsak fölérő ennek a dolognak. Igaz, hogy esetleg ott kisebb platform futtató környezetről beszélünk. Tehát van itt egy másik szimuláció, szintén 1000 device-ról szól.
itt gyakorlatilag 100 device a maradék 900-nak küldözget üzeneteket random össze-vissza, hogy éppen tartsa kedve. Itt a paraméterezésből látszik, hogy a paging perzisztens kapcsolatról van szó, tehát ez websocketen keresztül üzenel. Tehát ez így van mindig a kapcsolat, és amikor ellövének az üzenetet rövidesen, meg is kapja. Tehát nem kell neki bepavolozni, hogy megérkezzen. Ugye hát az üzenetfogadásnak is van gyakorlatilag egy, úgymond, resztes felülete, de most éppen ezt használjuk. Jó. Na most, mi az, ami terve van ezzel az egész rendszerrel kapcsolatban? Ugye jelenleg sima HTTP-t üzemel, ez nem tekinthető túlzottan biztonságos, mert a HTTP-es, illetve a WebSocket kapcsolatot ugye szintén szekúr kommunikációval szeretnénk megoldani. Opcionálisan úgy gondolnám, hogy ha nagyobb terhelési környezetben akarjuk mégis mutatni ezt a rendszert, akkor ugye nyilvánvalóan egy queue-n kéne keresztül passzírozni a dolgokat, mégpedig van egy queue, ami nem feltétlenül nagy úgymond megbiztosítóságot, nem bár nagy performanciát kér, és ugye nem biztosít mindenféle enterprise messaging patent, hanem annyit tud, hogy nagyon gyorsan be tudod tolni a messageket, illetve nagyon gyorsan ki tudod venni az üzeneteket. Ez gyakorlatilag egy plain file-ba szokás beírni a messageket, egy indexet ellátva, és akkor gyakorlatilag egy indexet követve nagyon gyorsan ki tudod szedni a dolgokat, és mondjuk ilyeneket nem tud, hogy mondjuk én csak egy óról akarok megkapni az üzeneteket, meg deduplikál nekem az üzeneteket, meg mit tudom én, meg szólt szét, meg mond azt hiszem, mit tudom, meg korreláció, meg stb. Ilyen nincs, nem, ez csak nagyon nagy megbízhatósággal és performanciával képes befogadni az üzeneteket, akár még redundánsan is képes üzemelni, és nagyon nagy hatékonysággal képes kivenni. Például ugye a RabbitMQ vagy az Apache Kafka jó kendidéket, vagy azonban futtatnának az event habot tudnám elképzelni, de ez mindenképpen egy ilyen opcionális megoldásként üzemelne. A jelenlegi architektúrában a különböző szolgáltatások állapotmentesek, mivel állapotmentesek az mit jelent? Ugye azt jelenti, hogy szabadon skálázhatók, kivéve a háttér messaging szolgáltatás, mivel az nem ilyen. Itt valamiféle ilyen sharding megoldást tudnék elképzelni ennek a megoldására. Events and triggers, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy valamiféle konfigurálható módon minimális logikát tudjon ez a platform eszközölni. Például, hogyha valamiféle mint a hőmérséklet mérést végzek, akkor tudja olyan szabályt definiálni. Például, hogyha 25 fok fölé megy a hőmérséklet, akkor küld egy SMS-t, hogy be kell kapcsolni valamit, vagy ő küld egy üzenetet egy másik device-nak, hogy akkor kapcsolod be a hűtést. Jó, tehát ezek az event trigger jellegű dolgok ide kapcsolódva. Nem tudom, hogy az MQTT protokollt hallottatok-e. Ez gyakorlatilag a message queue telemetry transportnak a rövidítése. Ez egy nagyon low footprintű protokoll, ami gyakorlatilag IoT célokra lett kifejlesztve. Nem annyira szószártyán, tényleg nagyon pici header-je van neki, egy bináris protokollról van szó, és gyakorlatilag ez szokás nagyon sok helyen kommunikációra használni a device és a platform között. Bár mondjuk egy kicsit úgy gondolkodok ezzel kapcsolatban, hogy rövidesen a legkisebb kiskütyű is annyit fog tudni, hogy nem kell ilyen kis footprint protokollok üzemelni, mert egy REST vagy egy WebSocket simán el fogja vinni azt, ami kell. Tehát nem hiszem, hogy előre kéne optimalizálni ilyen feladatokra, amit nem biztos, hogy értelme van neki. Na most, hogy említettem, jelenleg háromfajta telemetri szintünk van, de ezeket ugye plugin rendszeren keresztül, akár mint a Cassandra-ra, vagy MongoDB-re, vagy bármilyen info
Books DB, nem tudom minek hívják azt a Time Series alapban, és nagyon-nagyon bővíthető, tehát ki tudnánk ezt bővíteni. És ugye mi a cél ennek az egésznek? Az, hogy ebből egy olyan tetszőlegesen felhasználható platform legyen, hogy ne csak Windows-on, ugye tehát olyan tényleg nem látom, hogy valaki Windows Box-ot futtatna a sarokba, hogy kiszolgálja az otthoni IoT igényeit, mondjuk azt, hogy valaki vesz egy Raspberry Pi 2-t és akkor teszi föl, azt már mondjuk el tudom képzelni. Hát ugye a cél az, hogy ez működjön ilyen mikrokomputereken, ez a szolgáltatás. Na most ugye mondanátok, hogy .NET-et, normális vagyok, hogy .NET-et akarok futtatni a Linux-os környezetben. Ugye vannak erre a dologra már próbálkozások, a monoprojekt részéről nagyon sok ideje, illetve most a Microsoft is nyit. Na most az, hogy működjön az egész történet a Linux-on, az első lépés az volt, hogy egy olyan storage-ot alkalmazzak, ami ott is fut. Ugye azóta évben a storage nem fut. Microsoft SQL nem fut. Jó, akkor csináljuk meg a storage megoldást az SQL-re. Ez működik. Ugye létezik a Mono 10x éve, illetve lehetséges candidate, még az ASP.NET-öt, CoreCLR-en, CoreFX-en. Na, a Monót ismeritek, vagy hallottatok róla, igaz? Azt nem kell bemutatni. Oké, azt akkor ebből gondolom a többiek is egyetértenek vele. Na most a CoreCLR, az gyakorlatilag a Microsoft .NET CLR, az a Common Language Runtime, magyarul a .NET Framework-nek a lelke, open source kiadásban. Szöngben a GitHub-on, Microsoft készítette, ott Linux-on, BSD, MacOS-en, nekem ugye Windows-on. Az a célja ennek a történetnek, hogy egy olyan által a Microsoft által szapportált környezet szülessen, ami gyakorlatilag bármilyen platformon ugyanazt a .NET kódot képes futtatni, csináljuk meg gyakorlatilag ugyanazt, mint amit a Java megcsinált egy talán 20 éve. Csak ezt kevesebbet tudjuk. Na, de ugye ez nem poén volt ott kevesebben, hanem olyan, hát gyakorlatilag ugye ez felhő szolgáltatásokra van kitalálva, tehát azokat a funkciókat támogassa csak, ami valójában kell. Tehát ami nem kell, ugye mit tudom én, a grafikus felület és társai, az nekünk nem kell. Az nincsen benne. De mit tudom én, a HTTP protokollnak a támogatása, meg nyilván van a Gelbis Collector és barátai, hát az benne van. Na hát, csoda lenne, hogy egy .NET framework. A CoreFX az pedig ugye az az osztálykönyvtár, ami ehhez hozzátartozik, hogy ami a collection-eket, meg tényleg a HTTP protokollokat, meg az XML kezelést, meg a JSON-t, meg amit ugye el tudtok képzelni, és általánosan deployolható. Tehát ez a kettő, ez gyakorlatilag együtt jár. És ennek a tetejére megy még az ASP.NET 5-ös, ami szintén egy nyílt forráskódú megvalósítás az ASP.NET webes framework-be. És hosszú távon gyakorlatilag az lesz a cél, hogy ezeken fusson. Jelenleg mi az, ami támogat, vagy ami megy? Megy kérem szépen az egész dolog, megy Bonon, web API szolgáltatásokat futtatja, azaz ahol azt írtam az architektúrába, hogy API, azok Monon futnak self-host környezetbe, és azért nem a Mono beépített XSP nevű webszerverén, mert vannak olyan funkciók, amiket az nem implementál, és az a web API 2-ban nem tudom hányos verziót, amit én használok, az azt igényelné. De, hogyha a self-host környezetbe futtatom, akkor ezt nem akarja felhasználni, tehát gondolkodjunk meg. Ellenben ez a self-host környezet nem tudja futtatni azt a website-ot, amit én ASP.NET MVC-be készítettem el, AngularJS-szel, tehát ilyen fél SPL megoldás lett. Azt meg már most jelenleg is ASP.NET 5-ön futtatom, de Monon. De Monon azért, mert ez az ASP.NET 5 CoreCLR és barátai, ez még nagyon-nagyon nem azt mondom, nem rossz, csak preview változatban van.
És ennyi Prevu változatú dolgot azért nem szeretnék összeereszteni, elég Prevu változatú dologból egyszerre egy is. A Mono az jól működik, és akkor igazából az egész összejött. Itt van még maga a WebSocket Service, az meg ugye egy Mono Dash Service nevű processzt ezt tudja futtatni gyakorlatilag Mono segítségével, tehát azt jelenti, hogy gyakorlatilag fut az egész Mono Linux-on. Gyakorlatilag ahhoz, hogy ez fusson, nekem mi kell, ugye itt az a dns.net executable blablabla ez a website, ezek a Mono processzek, ezek gyakorlatilag az API-ok, illetve van ez a Mono Service, ez a WebSocket Service. Itt van az Visual Studio 2015 pre-release verzió nyilvánvalóan, amivel ez a Linux környezet meg van hajtva. Most ami még ehhez hozzátartozik, hogy ugye külön processzek, ként ugye külön szoketen, ugye külön porton figyelnek, ez nem mutat egy konzisztens kinézetet magának a rendszernek, ezért még az egész elé egy tiny proxy be van pakolva, ami gyakorlatilag egy reverse proxyként, hogy a 80-as porton kipublikálja ezeket a RESTes API-okat, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy tök szépen fut az egész ezen a virtuális gépen. Ez egy 768 megabájt memóriát kapott csak, tehát elég kicsi környezetben képes üzemelni. Az ott 12 megabájt az kevés volt neki. Oké, köszönöm a figyelmet, várom a kérdéseket. Mi a licensze? MIT. Barátságos. Tessék? A barátságos. Barátságos. GitHub.com, Kárpóca Prime. Itt érhető el. Én meg itt vagyok elérhető. Ez a website, ez meg egy ilyen demo környezet. Ezt ne tessék lebombázni, ez két darab kis Azure VM-en.